a Saskabari az így rávilágít a magyar társadalomra, és így érthetővé és jól átélhetővé teszi mindazt, ami Magyarországon zajlik. Tehát, hogy így valahogy az ember azt érzi, hogy egy kicsit Habony Árpáddal kokainozik, csak egy Saskabarit végignéz, és pedig nem. Nagyon pörgős, basznek. Nagyon nagy élmény. És az az igazság, hogy, tényleg a Saskabariban így igazából mi a mulatság forrása? Így igazából a mulatság legfőbb forrása az az, hogy így a Sas Józsi az így kb. Tud 5 dolgot, amire ezek a nyuggerek úgy reagálnak, hogy így és így elkezdenek tapsolni, de így ütemesen az ütemre. És az a lényeg, hogy a Sas József arra jött rá valamikor a 80-as évek elején, hogy semmi más nem kell ezeknek a nyugdíjasoknak, csak az a durva az meg, hogy azóta azok a nyugdíjasok meghaltak, és most már egy teljesen új nyugdíjas generáció van, amelyik ugyanez zabálja. Nyuggerképző! De ez kurva ijesztő, nyuggerképző tanfolyam, hamarosan a Saskabaré kurzus, nem vettek észre? De ez azt jelenti, hogy hamarosan mi leszünk ezek. Há, persze. Akik bazd meg itt tapsolni fognak, hogyha meghallják, hogy a Sas Józsi arról énekel, hogy a kurva kint áll a sarkon 1500 forintért szopik, baszik. Ha, 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 ha. És tapsol, baszik, és ennyi a mulatság. És így van ilyen 5 dolog, amit így a Sas Józsi tud a nyuggerekről, hogy így azt ők így élvezik. Tehát, hogy így például, hogyha mondjuk arról van szó, hogy a politikusok lopnak. Azt így elég így bedobni, hogy a politikusok lopnak, jó, az mondjuk jó, ha rímel. Hogy így lopnak a politikusok, és erre rímel valami, és akkor erre neki lehet adni egy ilyen jó kis ütemet, és akkor már így örül a nyugger, és így tapsol, és így látszik, hogy így boldog. Tényleg boldog. Kurvák, szopnak, basznak a sarkon. Akkor a másik téma, amit imád a Sas Józsi, és így hát így megfigyelte, hogy ez kurvára megy. A Sas Józsi megmondja, ő megmondja. Hogy az uram, hogy az uram alkoholista. Nagyon jó mulatság, és erre is bazeg megy az ütemes taps, hogy az uram alkoholista. De hát bazd meg, ez tragikus. Hát ez probléma, nem? Nem! Ez szórakozás, éppen most bazd meg. Mert hogy, hát alkohol, nagyon jó, alkoholista, ha-ha-ha! És ez bazd meg, ez a Saskabaré. Igazából. Na ez volt egyébként a... 5 ilyen téma. Ez volt a Robinál. Itt is mi történt az előbb? Kezdődött azzal, hogy a szellem, meg a lélek, meg a tűz természete. Ezért már a Saskabarénál vagyunk, meg a nyuggereknél. Pont ugyanez volt 2 héttel ezelőtt. Jó, csak én azt tudnám, hogy ebben mi a... Tehát, hogy én annyira szeretném ezt érteni, vagy megfejteni, hogy ez miért? Tehát, hogy ez miért működik? Tehát miért vicces az a Saskabaréban a nyuggereknek, hogy a kurvák a sarkon állnak, de már itt már röhögnek, 1500 forintért basznak, nyalnak, szopnak. Ha. Na jó, azért az több, ez mint 1500 vicces? Forint, de most tök mindegy. Jó, mindegy, de most mindegy, ha úgy jön ki az ütem ez, meg a rím, akkor 1500 bazd meg. Na, de és te is mondtad, mit? Amikor egyszer a hülye Filippovékot pofáztak, és kurva kevés közönségünk volt még, ezt már meséltem egyszer nektek, de már úgyis kicserélődtetek, meg egyébként is elfelejtettétek, ami tegnap volt, elmondom újra. Izé Robival volt egy kurva jó, egyébként nagyon szellemes kurva jó műsorunk, még itt volt a régi apu, akkor ő még nem volt celeb, a kutya se jött ide. Na az volt az igazi világ! Az volt! Jaj, ez a hipster, ami most ez van, az már az volt! Az a világ csak kiszarta azt a világot, ami most van. Sört és unikumot ide. Így van. Kár, hogy nem ijatok sört. Na, visszatérve. És akkor ott mindenki pofázott, Robi bazd meg így elegem van. És így nekem mondta, fam, bazd meg, ezt nem csinálom. Tudod, mik vagyunk? Ilyen útszéli, szopós kurvák, 1000 forintért baszunk, szopunk a bokorba, ezt én még pénzért se csinálom. Na ott, ugye ezek a Robinak, ez a metafora, a Saskabaréba is, ugye, ez valahol téged, nagyon mélyen érint ez a... Igen, ez a szellemi lelki nyomor. Szimbólumrendszer, nevezzük így eufémisztikusan. Igen, ja. Szóval, hogy a Saskabarénak annak tényleg megvan a maga világa, és az én tényleg csak kurva kíváncsi vagyok, hogy
Minek, mi a humoros, vagy mi a vicces, vagy mitől, a nyuggervilág mitől örül ennek, hogy a kurvák a sarkon állnak és szopnak basszat? Azon, hogy ők azon gondolkodnak, hogy hamvasszák-e őket, vagy temessék, nem, arról és van szó. Elűzik a gondolatot. Nem, arról van szó, még nem. Hogy a nyuggervilágnak is van egy bizonyos deviancia toleranciája. És ezen még a kurvák, akik a sarkon állnak és szopnak, basznak, ezek még belül vannak. Ezért, amikor meghallják ezt, erről már tudnak. Ehhez tudnak viszonyulni, viszont... A korrupt politikus Viszont igazából nincsen élő valós kapcsolatuk a dologgal, és az valójában zavarukban röhögnek ilyenkor. Tehát ők nem azért röhögnek, mert az vicces, hogy a kurva... Jaj, miket mond már! Hát ezért jöttünk, hát ezért meg 2500 forintot, hogy most azt mondja, hogy a kurva a sarkon szopik, baszik. Hát ilyet nem hall az ember csak úgy. Azért ezt, hogy baszik nem mond. Nem így. Ezt te mondod. Ja. Ez már Puzsér. Jó, világos. A Sas Józsi nem mond ilyet, hát ha ezt mondaná a Sas Józsi, nem lenne mulatság. Megbotránkozás lenne. Ezt ilyen eufémisztikusan kell kifejezni. De hogy az a lényeg, hogyha olyan dolgokról hallana, amiket ő nem ismer, mondjuk, hogy így nem tudom én, intravédásan szúrják a spidet az utcasarkon, ezzel már nem tudna a nyugger röhögni. Mert most mi röhögjön? Az intravénáson, a spiden, vagy hogy szúrják? Tehát most ezzel nem tud hát röhögni. Egyrészt a kórház eszébe jut. Apokalipszis! Halál! Úristen! Hova jutott? Igen, a kórház eszébe jut, ahol őt intravénásan táplálják a izén a vezetéken keresztül, bazd meg, de nem speeddel. Tehát sajnos, nyilván... tegyük hozzá. Tényleg, mi lenne akkor, bazd meg, ilyen izé több százezer nyugdíjas ilyen beszpídezve, érted? Ilyen nagy buli lenne itt Magyarországon. Normális egészségügyi ellátás, így